Alfons Fansten végén, sok évnyi együttlét után hogyan élhetünk boldog párkapcsolatban ötven év felett? Fordította Varnus Ágnes. Bevezetés Az ötvenen felülieknek már nem könnyű újat mondani. Ismerik az életet. Tudják, honnan fúj a szél, Elegendő tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy mély ismeretük legyen a dolgokról. Felfogják, hogy az élet véges. Megtanultak viszonyítani, akár ínyükre van ez, akár nincs. A többség rendelkezik egy adag józan belátással. Nem ringatják magukat többé illúziókba. Ötven felett az élet drasztikusan megváltozik. A többség lassan elveszíti a szüleit rendszerint egy ápolással és gondozással töltött időszak lezárásaként, és ott állnak védtelenül, már nem nyújt nekik biztonságot az előző nemzedék. Egy magukban vannak. De az emberek többségének lassacskán unokái is születnek, viszont a szakmai karriert ekkorra nagyrészt már szintén maguk mögött hagyták. Három unokám van. 65 éves vagyok. Néhány hónapja mentem nyugdíjba. Mivel egyik unokám beteg, ma neki tudok kezdeni ennek a könyvnek. Hirtelen ugyanis be kellett ugranom nagypapaként, mert nyugdíjasként több időm van, és feleségem még teljes munkaidős állásban van. Reggel nyolc óra körül hívtak fel a kéréssel, hogy vigyázzak én a kicsire. Háromnegyed kilenckor már azon igyekeztem, hogy az épp feltört utcában, ahol unokáim laknak, autómat valahogy leparkoljam a törmelékek között. Az ajtó előtt súlyos teherautók jönnek-mennek. Folytonos lárma van az építkezési munkák miatt. Bent a házban játszik babaházával a kis Odil, aki két és fél éves. A nagyszülők jól tudják, milyen gyorsan hatnak a láscsillapítók. A kislány most már egészen egészségesnek tűnik. Az imént még éppen énekelgettünk együtt, legyecske száll át a szobán, jaj, de gyorsan száll. A dal a kislány számára jó ritmusú, hamar be tud ő is kapcsolódni az éneklésbe, engem pedig akaratlanul is tűnődésre késztet a lét rövidségén. Nagypapaként valószínűleg mérföldekre vagyok kis kisunokám élményvilágától, hiába tartom karomban a táncoló kislányt. Mostanra azonban már szépen eljátszik egyedül. Nekem pedig váratlanul időm jut arra, hogy a magam dolgaival foglalkozzam elkezdem az ötven éven felüliek együttéléséről szóló könyvet. Nagyjából már tudom, miket akarok beleírni. Az előadás, amelyet több tucat alkalommal megtartottam már nyugdíjas szervezeteknél, jó fogadtatásra talált. Figyelemre méltó az is, mennyire pontosak az ötvenen és hatvanon felüliek. Ha előadóként az ember negyed órával kezdés előtt fut be, jó eséllyel már ő lesz az utolsó. Talán nekik már több a szabad idejük? Vagy még olyan rendszerben nevelkedtek, amelyben az ember tartotta magát az ígéretekhez? Amelyben szigorú szabályok uralkodtak? Amelyben a másik iránti tiszteletből soha senkit nem várakoztattak meg? Amelyben a nyolc óra még nyolc óra volt? Az előadások után az idősek megkértek, hogy szenteljek valamivel több figyelmet a gyerekekkel, unokákkal való bánásmódnak. Kapcsolati terapeutaként ugyanis arra hegyeztem ki az előadást, amit a legjobban ismerek, az ötvenen felüliek párkapcsolatára. A gyermekekhez, unokákhoz fűződő kapcsolatot tehát igyekeztem jobban kidolgozni. Az előadások szövege jó kiinduló pontot jelent, Kiegészítem még egyéb anyagokkal, például azzal, hogyan tud egy pár a közös veszteség átélésével még közelebb kerülni egymáshoz, és így rendben is lesz. Már csak papírra kell vetnem, és szemléletes példákat kell keresnem hozzá. Úgyhogy most bele is fogok. Első fejezet Az ötvenem felüli párok élethelyzete milyen az ötven felettiek élethelyzete német alföldön? Ebben a könyvben egyrészt az aktív, esetleg még dolgozó ötvenesekkel és a már nyugdíjban lévő 60 felettiekkel foglalkozunk. Az együttélő élő párokkal ötventől úgy nagyjából 75 éves korig. A család Ha megvizsgáljuk a családot, megállapíthatjuk, hogy a legtöbb családban a gyerekek mostanra már kirepültek a házból. Önálló életet élnek egyedül vagy partnerrel. Néhány gyermek ideiglenesen visszatér a szülői házba, ha kapcsolata zátonyra fut, néha akár egy vagy több gyerekével együtt. Ez azonban még mindig inkább kivétel. Néhány idősebb házaspár szenved egyedülálló fiának vagy lányának jelenlététől. Gyermeke otthon rekedt, és most magától értetődő természetességgel élvezi a szülői házban a szálloda minden kényelmét. Láttam például reményvesztett idősebb párokat, akiknek sehogyan sem sikerült valamelyik csemetéjüket rábírni, hogy leváljon róluk. Sem lelki értelemben, de természetesen fizikai értelemben sem. Becsapva érezték magukat, úgy érezték, felnőtt fiúk vagy lányuk kihasználja őket egy esetben láttam olyat is, hogy mindez a szülőkkel szembeni fizikai erőszakkal is párosult. Az ilyen fiú vagy lány többnyire szingli életet folytat annak minden luxusával. A pár A családban óriási változások mennek végbe. A szülői pár ismét kettesben marad. A szülői szerep lassanként a háttérbe szorul, és fokozatosan átadja a helyét a nagyszülői szerepkörnek. Ez gyökeres változás. Jól látom a szülőknek a veszteség miatt érzett szomorúságát, mert ez igenis veszteség. A gyerekek, akik sokak számára addig az élet értelmét jelentették és egyben ki is töltötték életüket, még ha néha nagyon is kellemetlen feladatokkal, most kirepülnek. Ezek a gyerekek időnként lökhárítóként működtek a szülők között, vagy éppen konfliktus forrásként. Ezek a gyerekek olykor a szülők közti ördögi körben csak erősítő elemként működtek, de a nagyobb gyerekek egyben vigaszként vagy támaszként is. Bizonyos értelemben borzasztó az üresség, amely akkor támad, amikor az utolsó csemete is elhagyja a házat. Ebben néha szerepet játszik a félelem is az élettárstól való közvetlen konfrontációtól akivel most már egyedül állnak szemben. A szülői ház elhagyását régen nagyon egyértelmű rituálévá tette az esküvői ceremónia. Ettől a pillanattól kezdve a gyermekek tényleg elmentek, a saját lábukra álltak. Manapság sok fiatal csak fokozatosan hagyja el a szülői házat, először ideiglenes szállásra távozik, például az egyetemi évek vagy a szakmai gyakorlat idejére, és csak lassanként szakad le teljesen. Számos fiatal már nem házasodik meg, és így hiányzik a szülőkről való teljes leválás rítusa is. A szülő és a felnőtt függetlenül élő gyermekek között gyakran elmosódnak a határok. Mikor tekinthetők a gyerekek igazán önállónak? Amikor különköltöznek? Amikor saját otthonuk lesz? Sokak számára ismerős a kritérium, amikor már nem viszik haza mosatni a szennyesüket. Korunk egyik új sajátossága, hogy gyermekeink együttélési formái gyökeresen különböznek azoktól az együttélési formáktól, amelyekben az én nemzedékemnek még szinte valamennyi tagja él. Gyermekeink házasság nélkül vagy házasságban, homo vagy heteroszexuális kapcsolatokban élnek együtt esetleg tudatosan egyedül álló szülőként élnek gyermekeikkel, vagy olyan vegyes családokban, amelyekben mindkét partner hozza saját gyermekeit, és esetleg még közös gyermekeik is születnek. Gyerekeink korosztálya már sokkal kevésbé marad élethosszig egy együttélési formában. Ez sokunkat aggodalommal tölt el. A viszonyok kevésbé egyértelműek, kevésbé ismerjük ki bennük magunkat. Ez pedig nagyfokú toleranciát kíván meg a szülőktől és nagyszülőktől. Gyermekeink partnereikhez fűződő viszonyai is bonyolultak. A kapcsolatok néha több éves együttélés után futnak zátonyra. Ez azt jelenti, hogy a szülőknek is távolságot kell tartaniuk az előző partnertől, és esetleg egy új partnert kell elfogadniuk. Az unokák. Nagyszülőnek lenni különleges élmény. Csak akkor tudja megérteni az ember, ha maga is átéli. Az unokák magától értetődő gyengétséget váltanak ki a nagyszülőkből. Az unokákkal több az öröm, mint a gond. Az örömökben osztoznak, de a gondok inkább a szülőkre maradnak. Sok ötven feletti gondoskodik azonban az unokákról. Vigyáznak rájuk, mert az apa és az anya dolgozik. Ha betegek és nem mehetnek bölcsödébe, a gyerekek többségét a nagyszülőkhöz viszik. Az unokák átjönnek aludni, a nagyszülők babysitterkednek. Az ötven felettiek tehát idejük egy részét az unokáknak szentelik. Az idő. Egy ilyenkorú pár több időt tölt együtt, főleg akkor, ha már mindketten nyugdíjasok. Korábban mindketten állásban voltak. Életük nagy részét különélték, most viszont többet vannak együtt, hétköznap is. Mindketten több szabadidővel rendelkeznek, több lehetőségük van rá, hogy maguk rendelkezzenek az idejükkel. Az időbeosztás külső kényszere például a munkahely részéről megszűnik. Ám a több önállóan beosztott idő még nem feltétlenül jelent több szabadidőt is egyben. Mivel a szorosabb időbeosztás, amely korábban többnyire például a munkahelynek köszönhetően jellemző volt, most megszűnik. Sokan teljes időzavarba kerülnek, és folyamatosan olyan érzésük van, hogy alig van időm. Egyedül gazdálkodni az idővel nem is bizonyul olyan könnyű feladatnak. A tér. A partnerek többnyire még a családi otthonban élnek mi kisebb lakásba nem költöznek, sokszor a harmadik év vége felé. Rendszerint nagyobb hely áll a rendelkezésükre, a gyerekszobák már üresen állnak. Így is fenn kell tartaniuk azonban egy nagy házat. Az anyagiak Az ötven felettiek többnyire jó létben élnek. Ez az a generáció, amely már kifizette a házát és abba hagyta a munkát. Sokan tesznek közülük évente egyszer-kétszer nagyobb utazást, keresnek fel különböző városokat. Ami az autót és a ruházkodást illeti, sokan megengedhetik már maguknak a jobb minőséget. A második kamaszkor 45 körül sokan egyfajta második kamaszkoron esnek át, ez az úgynevezett életközépi válság időszaka. Ha házasságon kívüli kalandja volt valakinek, az általában ebben az időszakban zajlott. Mostanra a mindent újrakezdés késztetése már a múlté. Új társ, új gyermekvállalás, más karrier, álmaink hivatása, új család, az ezek iránt érzett vágy 55 éves kor körül lassanként kihúny. A nagy álmok időszakának vége. A majd egyszer még, immár mögöttünk van a kapcsolat második időszakára jellemző megváltoztatási kényszer is már a múlté. Az első korszak a nagy szerelem időszaka volt. Ilyenkor nem olyannak látja a másikat az ember, amilyen az a valóságban. Olyannak látta, amilyennek látni akarta. A másik volt minden jó forrása. A másik fantasztikus volt, és úgy vélte az ember, partnerként tökéletesen illik hozzá. Az volt az érzése, hogy a kapcsolat magától halad előre. Egy magától értetődő viszony, amely nem igényel különösebb erőfeszítést. Az előre tervezett kommunikáció sem volt szükséges, inkább az érzéseikre hagyatkoztak a pártagjai. A különbségeket és nézeteltéréseket romantikus lepelfette el. A második időszakban ezek a különbségek és eltérések végül mégis felszínre kerültek. A partner másnak bizonyult, mint ami ennek megálmodta az ember, és ezzel az együttélésben megjelent a változtatási kényszer is, majd csak rábírom egyszer arra, hogy a kapcsolati problémák és nehézségek egyedüli okának a partnert látta. Mindkét partner azt mondta a másiknak, túzásokba esel, és én más sem csinálok, mint a te túzásaidat korrigálom. Ez a megváltoztatási kényszer sok párnál már szinte hobbivá válik. Valamikor majd csak sikerül jó útra téríteni a társát. Ez a törekvés mindkét félre jellemző. A harmadik szakaszban, amelyben most érkezünk el, már sem a szerelem illúziója, sem a megváltoztatás illúziója nincs jelen. A nagy érzések csillapodtak, helyüket egészséges realizmus foglalja el az egészség. Habár ebben az időszakban már könnyebben betegszenek meg, a partnereket mégis úgy lehetne jellemezni, hogy fit, csak éppen idősebb. Fitten azt értjük, hogy a többségnek még jó az egészsége, bár a test lassanként mégiscsak öregszik. Könnyebben töri el valamiét az ember, felszed néhány kilót, és csökkenni kezd a fizikai ereje. A testi tünetek nem hazudnak, 65 év után az ember testi öregedése egyértelműen megkezdődik. A legtöbb nő alakja megváltozik a menopauza után. Sok férfi szed fel némi súlytöbletet 65 és 70 között. Ebben az időszakban jelennek meg először azon krónikus betegségek tünetei is, amelyeket aztán már a halálig cipelnie kell magával az embernek. A kis sebek nehezebben gyógyulnak be. Sokakat bosszantanak az agy öregedésének első jelei. Mivel a memória sokkal szelektívebben dolgozik, kevesebb aktuális információt tud tárolni. A fejünkben rendelkezésre álló tudásanyag előhívása néha már nehezen megy. Nem mindig sikerül felidézni egy nevet, amelyet régebben tudtunk, amely korábban mindig magától beugrott, és amelyről pedig tudjuk, hogy tudjuk még bizonyos egyszerű szavak addig megszokott gördülékeny használata is problémát okozhat. Munka, szabadidő Az ötven felettiek munkában elfoglalt helyzetét röviden a következőképpen jellemezhetjük. Vagy már pályafutásuk végén járnak, ami sok esetben azt jelenti, hogy nagyobb terük van azt tenni, amit igazán szívesen csinálnak, vagy már befejezték a munkát jobban rendelkeznek a saját idejükkel. Sokan önkéntes munkát végeznek, vagy egy kis mellékkeresetre tesznek szert. Számos egyesület éppen a nemzedék szabad idejére alapozza működését. Baráti körök, nyugdíjas klubok, túracsoportok, dalegyletek, lelki gondozói munkacsoportok, rezes bandák, kerékpáros klubok és sok egyéb társulás főként az ötven felettiekből toborozza a tagjait. Mások barkácsolgatnak, segítenek a gyerekeknek a munkában, a ház berendezésében, az építkezésben, a szerelésekben és sok egyébben. A háztartási feladatok a mi generációnkban még mindig nem oszlanak meg egyenlően. Úgy tűnik, a nők még mindig nagyobb részt vállalnak magukra. Nagyon sok férfi segít a feleségének valamivel többet, mint korábban, Egyenlő megosztásról azonban még sincs szó. Második fejezet Felszínre kerülnek a különbségek Együtt élni egy társal a különbözőség folyamatos megtapasztalása. A partnerek mindenben különböznek. Megjelenik ez a kis mindennapos különbségekben, az idő átélésének különbözőségében és messze a legtöbb pár esetében a férfi-nő különbségekben is. A kis mindennapos különbségek A legfontosabb különbségek épp az apró mindennapos különbségek. Ezek folytonosan előjönnek. A kapcsolat minden területén jelen vannak. Folytonosan ismétlődnek az évek során, napról napra, hétről hétre. Jó példa a napellenző használata az autóban. Amikor a pár nyáron együtt utazik, a férfi lehajtja a napellenzőt, amely aztán néha órákig lehajtva is marad. A nőnél nem ez a helyzet. Ő minden napos utcában lehajtja a napellenzőt, és minden árnyékos utcában felhajtja. Képzeljük csak el! A napellenző fel- és le, majd megint fel- és le. A férfi ideges, túlzásnak találja ezt, és bosszantja a dolog. Csak hogy ez az asszony napellenzője a férfi mégis ingerült lesz tőle. Amikor a dugóban ülnek és a férfi vezet, a nő mindig úgy véli, rossz sávban haladnak. A többi sáv gyorsabb, és tényleg mindkét oldalon megelőzik őket a kocsik. Ha az ember nem lát jól át egy dugót, nem tudhatja, melyik sáv a legjobb. A házasságban Mégis gyakran összekülönböznek ilyesmin az emberek. Ha a férfi horkol, a nő felébred rá. Ha a nő horkol, a férfi ettől nem ébred fel. Ez is egy különbség. A férfi már harminc éve csavarja vissza minden nap a kupakot a nő fogkrémes tubusára. Ha a nő ki akarja nyitni az ablakot a nyaralás alatt, a férfi rögtön be akarja zárni a szúnyogok miatt. Ha a moziban a férfi választhatná meg, hol ülnek, ő biztosan középen és elől foglalna helyet. Úgy véli így intenzívebben élvezheti a filmet. A nő ellenben hátul és a sor szélén akar ülni, mert fél, hogy történik valami. A férfi emiatt az elmúlt harminc évben minden filmet távolról egy fenti kis sarokból nézett végig, mivel az asszony mellett akart ülni. Ha az unokák ebédelőtt nutellás kenyeret akarnak, nagyapa úgy véli, ez nem szabad. Nagymama szerint szabad. Abban is eltér a véleményük, hogy a kenyér héját meg kell -e enni. Nagypapa úgy véli, meg kell lenni azt is, nagymama szerint nem muszáj. Nagymama úgy gondolja, a gyerekek hosszabb ideig is fent maradhatnak. Nagypapa szerint az embernek tartania kell magát a megbeszélt időkhöz. A nőnek gyakrabban kell vécére mennie, mint a férfinak. A férfinak csak nagyon ritkán kell. Ez is egy mindennapos különbség, amely mindig és mindenütt a felszínre kerül. Utazásokon, amikor foci meccsre mennek, amikor a gyerekeket látogatják, amikor túráznak egy kiállítás előtt és után a múzeumban és az étteremben a vásárlásnál. A férfi leoltogatja a lámpákat a nő után, a nő mindenhol becsukogatja az ajtókat a férfi után. Mindig a férfi az, akinek várnia kell a nőre. A nőnek sosem kell várnia rá. Ez is egy állandó különbség. Harminc évnyi házasság után a férfi rájön, hogy életéből már több hetet töltött el a nőre való várakozással. A férfi merevést takarékos. Minden alkalommal, amikor fogkrémet használ, a tubust gondosan felgöngyöli, hogy egy csepp fogkrém se vesszen kárba. Felesége azonban laza, élettel teli nő. A férfi minden este rémülten észleli, hogy felesége a közepén nyomja a tubust. A férfi mégis minden nap újra gondosan feltekeri. A nő pedig minden nap ismét középen nyomja. Ez az együttélés. Az időt mindkét fél különbözőképpen éli át. Amikor az idő átéléséről beszélünk, kétféle időt különböztetünk meg: az óra szerinti időt és a szubjektív időt. Ez utóbbiról állítjuk, hogy az egyik fél által érzékelt idő eltér a másik fél által érzékelt időtől. A partnerek különböznek abban, hogy milyen tempóban élik az életüket. Amikor az asszony az asztalra teszi az ebédet, a férfi olyan gyorsan befal mindent, hogy már készen is van, mire a nő végre asztalhoz ül. Lényeges tempóbeli különbség. Szintén különböznek a partnerek abban, milyen irányban szemlélik az időt. Az egyikük főként a jövőbe tekint, a másik talán inkább a múltba. Az egyiket a tervezgetés foglalja le a másik pedig minden egyes konfliktusnál előrángatja a régi csontvázakat a szekrényből. Persze az is lehet, hogy valakit traumatikus élmények kötnek a múlthoz, amelyeket még nem sikerült feldolgoznia. A partnerek különböznek a pontosságban is. Nyolc óra az egyiknek öt perccel nyolc előttöt jelent, a másiknak valahol nyolc óra tíz és negyed kilenc között van. A partnerek különböznek abban is, ahogy az időtartamot érzékelik. A nő kártyázni megy, és fél tizenkettőkor jön haza. A férfi nyugtalan. Úgy véli, túl sokáig kellett nélkülöznie az asszonyt. Úgy gondolja, a nő már valamivel korábban is hazajöhetett volna. A nő ellenben úgy látja, szinte alig volt távol. Egy órácska játék, utána egy kis csevegés a barátnőkkel, és az idő csak úgy repül. A két fél nagyon különbözőképpen éli át ugyanazt a három órát. A férfi számára túl hosszúra nyúlt. A nő szerint túl rövid volt. Az egyik fél számára az idő arra való, hogy nyugodtan kiélvezze. A másik számára minden kis szünet alkalom az új dolgok tervezésére. János és Márta kint üldögél a padon és a kertet szemléli ebben is gyökeresen különböznek. János élvezi, amit lát. Nézd csak, milyen szép, milyen nyugalom és béke van. Márta ezt kisé máshogy látja. A bokrokat még meg kell nyesni, le kell vágni a füvet, ki kell gazolni. Na és mikor nyírjuk már meg az élősövényt? A nő feladatokat, tennivalókat, kötelezettségeket lát. A férfi szépséget, kikapcsolódást, nyugalmat és békét a nő mindent előre tervez. A férfi csak akkor csinál meg valamit, amikor már szükségét látja. Vizsgálatok igazolják, hogy a férfiak és a nők nagyban különböznek a konfliktusok során a reakció időben. Ha megvizsgáljuk a veszekedések során mutatott élettani reakciókat, azt látjuk, hogy a nők egy veszekedés után sokkal gyorsabban nyerik vissza egyensúlyukat, mint a férfiak. A szívverés és egyéb stresszindikátorok egy férfinál átlagosan sokkal hosszabb ideig maradnak a megemelkedett szinte, mint egy nőnél. Valószínűleg ez magyarázza, hogy a férfiak a konfliktusok kiéleződésekor miért dermednek szinte kővé védekezésképpen. A nőket éppen ez a görcsös megmerevedés ingerni a legjobban, az, hogy a férfi bezárkózik és nem szól többet. Aztán itt vannak még azok a párok, akiknél az egyik fél hajnali pacsirta, a másik pedig éjjeli bagoly. A férfi reggelenként majd szétrobban az energiától, este azonban már korán kimerül és lefekszik. A nővel éppen fordítva áll a helyzet. Reggelente szinte használhatatlan, este viszont nagyon aktív. Ez bizony megnehezít egy kapcsolatot, akár egy életen át. Különböznek a partnerek abban is, hogy mit találnak fontosnak. A prioritások azok a dolgok, amelyeket minden más előtt akarunk csinálni. A két félnek mások a prioritásai, és erre megint csak megoldást kell találniuk az együttélés során. Mi az egyiknek, illetve a másiknak a legfontosabb? A kapcsolat, a gyerekek, a karrier, a pénz, a ház, a társaság, a béke, a nyugalom, mivel a felek másképpen élik át az időt, az idő közös eltöltése nem olyan könnyű. A közösen eltöltött idő teljesítmény, valami, amit közösen kell létrehozniuk. A pár sosem talál közös időt. A közös időt elő kell teremteni. Ez is olyasmi, amit az idősebb párok az évek során már megtapasztaltak. Az időnek a kapcsolatra gyakorolt hatásáról bővebben olvashat a Teremtsünk időt a szeretetre című könyvemben, amely sok javaslatot és tanácsot is tartalmaz. A férfiak és nők közötti különbségek A párok többsége heteroszexuális, ami azt jelenti, hogy a férfiak és nők közötti különbségek szintén szerepet játszanak kapcsolatukban. Nos, a férfiak és nők között számos tudományosan is igazolt különbség létezik, de ez természetesen még nem vezethet stereotípiákhoz. A stereotípia ebben az esetben azt jelenti, hogy valakinek csupán a neme alapján tulajdonítunk bizonyos jellemzőket. Például ő férfi, éppen ezért tárgyilagos és nem az érzelmei irányítják, vagy ő férfi, és ezért introvertált. A tudományos vizsgálatok valóban jól megalapozott különbségeket tárnak fel az átlagos férfi és az átlagos nő között. Tehát figyelem, nem az egyénről van szó. Gondoljunk például a testmagasságra. Az átlagos férfi magasabb, mint az átlagos nő. Mégis sok férfi van, aki alacsonyabb az átlagos nőnél, és sok nő van, aki magasabb az átlagos férfinál. Ami tehát most következik. Azt így is kell érteni. Tegyük fel, hogy az átlagos nőnek több igénye van arra, hogy gondjait kibeszélje valakivel, mint az átlagos férfinak. Ez nem azt jelenti, hogy valamennyi nőnek igénye van megbeszélni valakivel a gondjait. Ez nem azt jelenti, hogy ennek a nőnek azért van erre igénye, mert nő. És végül azt sem jelenti, hogy nem lehetnek olyan férfiak, akiknek ugyanannyi igényük van megosztani valakivel a gondjaikat. Minden férfinál egyénenként változó, hogy van-e benne ilyen igény vagy nincs. A férfiak és nők közötti különbségek tehát többnyire nem érvényesek akkor, ha egy adott férfiról és egy bizonyos nőről beszélünk. A tudományos vizsgálatok ennek ellenére nagyon sokat elárulnak nekünk a férfiak és nők közötti általános különbségekről. E különbségek némelyike fontos szerepet játszhat az együttélésben. Most néhány ilyet sorolok fel. Érzések Ha érzésekről beszélünk, különbségek vannak férfiak és nők között. A nők gyorsabban felismerik saját érzéseiket. A férfiak között több akad, aki elutasítja saját érzéseit, túl teszi magát rajtuk, nem éli át tudatosan azokat. A nők könnyebben öntik szavakba az érzéseiket. A férfiaknak ez általában nehezebben megy. A nők jobban is képesek átadni, kommunikálni az érzéseiket. A terápiás ülésen egy asszony sírva fakad, amikor arról beszél, mennyire csalódott a férjében. Az elmúlt években a férfi szinte egyáltalán nem vett részt a háztartásban és a gyereknevelésben. Megvolt a maga munkája, megvoltak a maga külön örömei és kikapcsolódása. A férfi eközben jeges nyugalommal ül mellette, arcizma se rándul. A nő szívbe-markolóan beszél érzéseiről. A férfi merev arccal hallgatja. A kibeszélés igénye. A kibeszélés igénye is inkább jellemző a nőkre, mint a férfiakra. Amikor egy nőnek problémái vannak, könnyebben beszél azokról valakivel, hogy megoldást keressen a férfi inkább hajlamos arra, hogy ilyenkor magába forduljon, és társával ne, vagy csak utólagosan beszéljen gondjairól. A férfiak inkább egyedül szeretik megoldani a problémáikat. A nők könnyebben is öntik szavakba érzéseiket. Anikó, Mária, Magda és Lújza már harminc éve teniszezik együtt. De még ennél is fontosabb, hogy tenisz után lármás tereferét folytatnak. Így ápolják a barátságukat. Ez teremti meg a szövetséget közöttük. De ez a kapcsolat főként támaszt jelent számukra a problémák, konfliktusok, aggodalmak, fájdalmak és betegségek esetén. Kibeszélhetik egymásnak, ami a szívüket nyomja, segítenek egymáson. Kultúránkban inkább a nők vállalják magukra a kapcsolattal való törődést. Néhány férfi is megteszi de ők kisebbségben vannak. A nők természettől fogva is sokkal kapcsolatközpontúbbak, a férfiak viszont inkább magukra hagyatkoznak. Kultúránkban szinte mindig a nő az, aki előbb észreveszi, ha a kapcsolatban valami nincs rendben. Ő kongatja meg először a vészharangot. Ő az, aki inkább meg akarja beszélni társával a problémát. A férfi azonban gyakran elutasítóan reagál. Nekem nincs gondom, ha te úgy érzed, hogy neked nem jó valami a kapcsolatunkban, akkor old meg magad. A nő legtöbbször nagy szolgálatot tesz a férfinak azzal, hogy felhívja rá a figyelmét, mit kellene közösen tenniük a kapcsolat megjavításáért. A nő néha éveken át könyörög, hogy beszéljenek erről. Amikor a férfi végül beadja a derekát, közösen megtalálják a megoldást. De az is előfordul, hogy a hosszú kérlelés és könyörgés után a nőben egyszer csak elszakad valami, feladja és válni akar. Amikor közli férjével a döntését, a férfi pánikba esik. Ilyenkor gyakran már minden tőle telhetőt megtenne a kapcsolat megmentése érdekében. A nő számára azonban késő. Már nincs visszaút. A szexualitást érintő számos különbséget nők és férfiak között éppen azért, mivel igen sok ilyen van, külön az ötödik fejezetben tárgyaljuk. Hosszú távú kapcsolat különbségekkel. Minden hosszú távon együttélő pár tudna mesélni ezekről a különbségekről. Együttélni valakivel a különbségek folytonos megtapasztalását jelenti. A különbségek átélése azonban idővel változik. Az a különbség, amit éveken át érez az ember a bőrén, minden bizonyal mélyebben hat rá. Jobban megérzi. És az, hogy a kapcsolat harmadik szakaszában sokkal több időt is töltenek egymással a partnerek, a különbségeket még élesebben felszínre hozza. Néhány különbség csak akkor válik nyilvánvalóvá, ha a felek hosszabb távon szembesülnek vele két különböző reakció lehetséges. Néhány különbségre csak hosszú évek elteltével leszünk allergiásak, más különbségekkel szemben viszont a partnerek az idő múltával épp hogy inkább toleránsabbak lesznek. Ugyanannál a párnál ugyanazon konfliktusok esetén is előfordulhat mindkét reakció. Erre az életszakaszra sok párnál véget ér a küzdök az igazamért időszaka. Egyetlen igazság ugyanis nem létezik. Mindannyian különbözőek vagyunk. Mindegyikünknek megvan a magunk felfogása a dolgokról, és ezek különbözhetnek, sőt nem is baj, ha különböznek. Én nem akarom már megmondani neked, hogy miről, hogyan vélek egy, és cserébe neked sem kell folyton leckésztetned engem. Az igazunkért harcolni olyan, mintha csak egyetlen igazság létezne. Az ötvenem felüliek azonban tudják, hogy a valóságot sokféleképpen lehet szemlélni. Annak józan belátása, hogy másképp látjuk a dolgokat, sok veszekedésnek elejét veheti. Mindketten belátják, hogy nincs értelme győzködni a másikat. Hallgass tovább a könyvet a Voice hangoskönyv alkalmazásban. A hangoskönyveket megvásárolhatod önállóan is vagy lehetőséged van előfizetni korlátlan hallgatásra további részletekért kattints a videó alatti hivatkozásra voice